A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 4-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban színházi előadásokkal, klasszikus muzsikával és egy bensőséges hangulatú ünnepségen készült beszámolóval várom Önöket. Tartsanak velünk! A Vörösmarty Színház bemutatta Edward Elby Nem félünk a farkastól című korszakos drámáját. A darab Cukor Balázs rendezésében került színre. És akkor mondjam, rászt a kuplerát, no, mondjad már a filmnek a címét. Komolyan mondom, hogy nem tudom. Hát akkor gondolkozz. Késő van életem, fáradt vagy. Fáradt vagy, mitől vagy fáradt? Egész nap nem csináltál semmit, órát sem. Idestova 60 esztendeje mutatták be Edward Elby Nem félünk a farkastól című fekete humorú szatirikus amerikai drámájának színpadi adaptációját, amely most Cukor Balázs rendezésében került színre a Vörösmarty Színházban. Márta és George egy 50-en túli házaspár egy alkoholgőzös éjszakán vendégül látja George egyetemi munkatársát Micket és feleségét Hanit. Az elfogyasztott alkohol után mindenki szélsőséges állapotba kerül, így a baráti ismerkedés feszült játszmába torkollik, és szemünk előtt tárul fel a két házasság bonyolult és szenvedélyes története. Azt láttam, hogy azért nagyon benne van a levegőjében, hogy ez el tudjon szállni maga ez az előadás, hogy meg tudjanak teremtődni pont ezek a magasságok és mélységek. Próbálunk sok humort beletenni az előadásba, hogy minél jobban kijöjjön a tragikus oldala is, tehát igazából én is kíváncsian várom, hogy ez mennyire születik meg majd itt holnap után. Az imént beszélgettem a szereplőkkel, és szinte mindannyian azt mondták, hogy jó szerintem lobbizkoltak ebben, hiszen itt azért valóban meg lehet mutatni mindenkinek azt a sajátos színészi énjét, a jókedvet, a szomorúságot, a bánatot, a tragédia árnyékában. Igen, hát én próbáltam arra figyelni, hogy azért minél szabadabban hagyjam őket, és természetesen a végső döntések azért az én kezembe érnek össze a szálak, tehát az, hogy milyen rendezői ötletek vannak benne, és akkor amellett kitartani, az végül is az én dolgom. De az, hogy ők ebben jól érezzék magukat, vagy az, hogy meg tudjanak mutatni önmagukból esetleg olyan személyes dolgokat is, amit esetleg egy más színdarabba annyira nem kerülhet elő, itt egyszer persze ezzel kísérleteztünk folyamatosan. És te, Márta, te lila alkohol? Persze! Nem keverem, nem fájfejem. Márta ízlésvilága az évek alatt mondhatni kikristályosodott. Régen, amikor még udvaroltam neki, nagyon nem biztos, hogy ez a helyes kifejezés. Nyolc ki, drágám! Bármikor édesem. Szóval, amikor még udvaroltam neki, első tudjátok képzelni, hogy miket rendel. Bementünk egy bárba, borsőpálinkba, szokásos erő, rácsolja egy kicsit a homlokát, és mit rendel? Csokoládé és mártirit, meg égő puncskejt. Az est folyamán gyorsan fényderül a múlt árnyékaira, hogyan üresedik ki egy régen még szerelmes kapcsolat, hogyan veszi át a kölcsönös megalázás és a totális kiábrándultság a szeretet helyét. Igyekeztünk a kis társulattal meg a rendezővel, Cukor Balázsral együtt kihúzni a legtöbbet belőle. Hát remélem, hogy sikerült, szerintem egy nagyon izgalmas anyagot, vagy egy nagyon izgalmas előadást tudtunk létrehozni, legalábbis bízom ebben. Szerintem a legfontosabb, ami az egésznek az alapja, hogy egyszerűen a gyerekkori sérelmeink, sérüléseink hová tudnak vezetni, hogyha nem foglalkozunk vele. Amikor félsz a sötétben, azt nem adom. Na, és erről egy. Imádlak, te szemlék. Szándékosan kerestük, ahol lehet ennek az úgymond játéknak az örömét, az élvezetét és a
huncutságát és a humorát és a szellemességét, mert alapvetően szerintem, még ha valaki ismeri is, vagy nem ismeri, de hát azért na hát ez egy nagyon komoly, meg mély drámáról van szó, de tehát ezt nem lehet szerintem az elejétől a végéig, vagy hát azt gondoltuk, mert egész egyszerűen annyira megtereli a nézőt is, hogy aztán teljesen nem lesz befogadóképes, de valóban kerestük azt, hogy nem csak a színházi szempontból, hanem ugye a nő karakteréből adódóan is, hogy szeret tulajdonképpen mindenféle szerepet, vagy hogy is mondjam, játszani a helyzetekben, tehát hogy ez is egy játék a részéről, meg kettőnk között is, nyilván a férjemmel, ahogy így élünk, és szórakoztatjuk magunkat, mert különben amúgy lehet, hogy számukra nehéz lenne az élet ilyen játszmák nélkül, vagy ilyen héjanász a zavaron, vagy nem is tudom, mihez lehet ezt hasonlítani. Azért vettem el, mert Várjál. Amikor elkérdeztem, azt mondtad, nincs gyereketek. Mert igazából nem is volt teljes. Egyszer csak nagy lett a hasa, aztán meg lenne. Nincs tabu, megismerhetjük a múlt árnyait, fény derül a megcsalások, a párkapcsolati játszmák és szerelmi kegyetlenség márványba vésett lenyomataira, amit hidegvérrel beszélnek ki a szereplők. Az az igazság, hogy én ennyire nehéz szerepet nem csináltam még, vagy a maga próba folyamat annyira intenzív volt és nehéz, hogy ahogy mondod, ezt a sok fajtaféle érzelmet és egyáltalán szituációt hitelesen megcsinálni, vagy jól megtalálni a szerepnek az igazságát, hogy például miért nem mennek ki az első 10 perc után a szobából, vagy egyáltalán a házból, ahová megérkezik a fiatal pár. Nagyon nehéz volt, és azt hiszem, hogy a két főszereplőnek a szerepe az talán jobban is megvan írva, tehát ott egy konkrétabb, valamiből könnyebb kiindulni, még ugye a fiatal házas párnál itt ugye, ami bizonyos értelemben jó is, de ugyanakkor egyfajta nehézség, hogy mi kell, hogy teljesen összerakjuk, és kitaláljuk, és megtaláljuk azokat a pontokat, hogy mi az igazsága ennek a szeretnek. Én soha nem keverem. Az jó. Ugye csak a férjed mesélte, hogy mi a helyzet a kromoszómákkal. Mivel? Génekkel. Én bevallom, rettegek a férjedtől. Ne. De komolyan. Milyen gének? A matek tanszéken van. Nem már, a biológia tanszéken. Nem, George, a matek tanszéken van. Tényleg a biológián van. Esküszöm? Már csak tudom. Jó, hát én is emlékezhetek mindenre. Amellett, hogy ugye megy a fő cselekményvonal, vagy a fő szál ugye a házaspárral, a George-al és a Mártával, amellett ugye nekünk nagyon sokszor nagyon sok mindent ilyen technikailag kellett, vagy technikából kellett megoldani, hogy alá segítsük az ők viszik ugye a fő cselekményszálat, és emellett nekünk ugye színfoltoknak is kell lenni, poentírozni is kell, és ugyanakkor nagyon fontos, hogy mind a kettőnknek, a Tamásnak is, és az én karakteremnek is meglegyen a saját kis egyéni sorsa, a mi kapcsolatunknak is meglegyen a kis múltja, és a jövője is esetleg, és szerintem nagyon jó, hogy mind a két karakter nagyon összetettre sikerült, hogy amellett, hogy például az én karakterem is egy ilyen nagyon kis naiva, kis szendeszűz, kedves pörökbe akar vágódni, mellette azért megvan az ő drámája, és hát szereti a Brandit. Vége a bulinak, gyerekek! Már rég ágyban van a helyetek, menjetek szépen haza, jó éjszakát! Elvi a modern civilizáció embertípusát tárja elénk a négy szereplő karakterével, akik mindannyian saját társadalmuk konvencióinak és előítéleteinek fogjai, hamis minden, ami körülveszi őket, és miután lerombolnak mindent, csak akkor döbbennek rá, hogy valójában mennyire magányosak. Egy újabb premiér a Vörösmarty Színházban. Az I Love You című musicalt Lendvai Zoltán rendezésében láthatja a közönség. És mondd el, legyen férfi!
És nő! És lőn férfi! És nő! És aznap este a férfi megkérdi a nőtől, hogy ráére. És szólt a nő, őszintje, de előbb meg kell nézni a naptárját. Különben se akarja magát elkötelezni hosszú távon. Kíváncsi a többiekre. A világ egyik leghosszabb ideje futó Broadway musicalje az I Love You Lendvai Zoltán rendezésében a Vörösmarty Színházban tárja elénk az emberi élet legnehezebb, legfontosabb élethelyzeteit, legszerelmesebb pillanatait. Varga Gabriella, Váradi Eszter, Sára, Egyed Attila és Keller János szereplésével. Tulajdonképpen ezért szerettük ezt próbálni, és ezért szeretjük magát a darabot is, mert mindenki, hát minden felnőtt ember életében előforduló problémával tulajdonképpen foglalkozik, és ezt nagyon sok mélységgel, de nagyon sok humorral is kezeli. Ezért aztán nagyon jó benne játszani. Az abszurditásokat a nézők nyilván maguk is megélik, de fontos-e az, hogy ezt úgy kísérjék végig, hogy azért a mosoly ott legyen az arcukon? Hát persze, hiszen mindenkinek nyilván kell, hogy legyen humora a saját életéhez, az összes nehézségével együtt, és tulajdonképpen ez ennek az egésznek a célja, hogy nagyon nyíltan, mert ez egy elég ilyen kendőzetlenül beszél mindenféle típusú problémáról, mi az ember életében előfordulhat, de az a fajta rálátás is megvan, és az a fajta plusz is megvan, hogy tulajdonképpen ezek a nehézségek, ezek csak gazdagabbá teszik az életet, és ezért érdemes tulajdonképpen csinálni, mert ennek dacára rettenetesen sok szépség van benne. Sajnos túlsúly, van érzelmi túlsúly, egy bűnnyi túlsúly, a bánattal úton, everybody! Van sok túlsúly, van érzelmi túlsúly, és mindez cipeljük rég a túlsúly, cipeljük rég, jaj! A darab hozzávalói a férfi és a nő, akikről Karinti óta tudjuk, hogy soha nem érthetik meg egymást, hisz mind a kettő mást akar, a férfi a nőt, a nő a férfit. Ehhez pedig még kell továbbá az élet. Nagyon hálás, mert ugye a színházban mindig szeretnénk valami olyan témát boncolgatni, ami valahol kapcsolódik a nézőhöz, és ez pont az az anyag, ez az a darab, amiben azt hiszem, hogy mindenki talál olyat, ami megérintheti, hiszen az élet folyamatnak olyan kis szegmenseit lehet látni, ami, tehát ugye a férfinő kapcsolat, ugye az állandó örök megunhatatlan téma, és ugye egészen a megismerkedéstől megyünk a családalapítás, az időskori szerelem, az, hogy elvesztünk valakit, tehát hogy mindenféle témát érint, ami ennek az ága boga, úgyhogy nagyon-nagyon hálás feladat mindenkinek. Én olykor mulatságos volnék, és van, hogy a humorom jó. Na de jobb volna, ha talán nem szólnék. Volnék néma, akár egy ló. Egy jó versenyló. Természetesen újra megtanulhatjuk, hogy a nagy szerelmeknek könnyű örök ragyogással tündökölni, amint azt is, hogy mi történik a családalapítás után, középkorúvá válva, vagy éppenséggel válófélben, később öregedő szingliként, vagy éppen egy a temetőben adódó spontán randin. Nagyon figyelünk, hogy pontos legyen és tiszta, akár a játék, akár hangban is, de egyébként óriási lehetőség, és fantasztikus az, hogy egészen gyerekkortól az öregkorunkig minden megmutathatunk a kedves nézőknek, hol humoros, hol egy kicsit szívbemarkoló módon. Ez egy óriási lehetőség. Pet! Szer! Bocsánat, hogy elkéstem. Betragadtam az irodába. Remek, hogy végre látjuk is egymást. Szer, nem akarok undok lenni, de az utóbbi időben rengeteget randiztam, és teljesen őszintén nagyon, de nagyon elfoglalt vagyok, úgyhogy nekem se időm, se türelmem többé az ilyesmihez. És a legutóbbi tinderes csetelésük után is, miután tényleg úgy nézel ki, mint a profilképeden, mi lenne, ha egyszerűen elbúcsúznánk? És ugornánk a második randevúra. Tessék! Stan, nem fogom megismételni, elfoglalt vagyok. Se időm, se türelmem.
Második rendezvú. A férfi és a nő kapcsolata örök és kifürkészhetetlen, meséli a darab. Egész életünkben az igaz szerelemre vágyunk, van akinek sikerül ezt megtalálnia, és van akinek nem. Bármennyire elszántan keresi egy életen át. Most már nagyon kell, hogy nézzék a nézők, mert ez teljesen nekik, ugye kifelé, tehát konkrétan nagyon sok ugye a kontaktálás a nézőkkel és nekik, úgyhogy most már szerintem az nagyon hiányzik, hogy üljenek be, és akkor érezzük egymást és velük együtt játszani. De én is bízom benne, hogy ebben még jobban fogunk lubickolni. Hát nagyon furú, ugye ez a zenés műfaj, mert lubickol az ember, de hát közben a fülének ugye folyamatosan a zenén, a ritmuson, a takkon kell lennie. De hát ez egy speciális műfaj nyilván, vagy nekem, vagy hogy mondjam, mint prózai színésznek, vagy még mindig ugye azért annak gondolom magam, hogy a zene az akkor is megy tovább, és észnél kell lenni, de közben nyilván élvezni és lubickolni. Szégyens meg a láz, de nem kell magyaráz, honért is nem viselszel senki más. Mi négy is szeretünk, csak négy jó gyerekünk, nekünk sírhatsz, nekünk réhatsz, te kis kakás. Csak nem vagy más, élet is lehetnél egyszer már talán. Na vedd csak szépen el, a többi nőt felejtsd el. Hát mondd, mi rossz van benne, helyes kislány. Te édes, de jó vagy, légy más az eredeti cím, ami a férfi és a nő közötti örökös kibékíthetetlen ellentétre utal, hiszen amikor egymásra találnak és látszólag minden tökéletes, valami mégsem jó. Valahogy átsiklanak egymás mellett, mert néha egy egész élet sem elég ahhoz, hogy megismerjük, megértsük magunkat, a másikat, a szerelmet. Megpróbáljuk azt a szemszöget használni, ami honnan vicces. Ha ez velem történik meg otthon, akkor valójában ez fájdalmas, vagy szomorú, vagy nem is tudom milyen. Így most nekünk az a feladatunk, hogy ennek a kellemetlen részét csak érintsük, vagy felmutassuk, és inkább arról beszéljünk, hogy amiről az egész darab is szól, hogy örüljünk annak, hogy egyáltalán élünk, mert ennek előbb-utóbb vége lesz, és próbáljuk az összes nehézséget úgy nézni, hogy tulajdonképpen még tart, és ez jó. Nem számít, jó vagy így is kész. Engem gimmelni, te mes majd el. Engem szúrál, ha menni kell. De itt vagyok, mert van kiért, meghalt majd, de most még élsz. A darab négy színésszel, három zenésszel, életkora szerint kinek több, kinek kevesebb ismerős élethelyzettel, öniróniával, de legfőképpen szeretettel és makacs optimizmussal láttatja velünk világunkat, és a konklúzió nem is lehet más, mint hogy szeretni, szeretve lenni jó. Hello! Folytatódott az Alberigia Szimfonikus Zenekar Farkas Ferenc bérlet sorozata. A Vörösmarty Színházban Brahms, Schubert és Mozart dallamai csendültek fel. A Vörösmarty Színház adott otthont a Farkas Ferenc bérlet sorozat harmadik estjének. A műsorban elsőként Schubert népszerű zenekari darabja, a Rózsamünde nyitány csendült fel, amely egy 1823 végén született színpadi kísérőzene részlete, melynek zenéjében Schubert legbájosabb dallamait hallgathatták meg a klasszikus muzsika barátai. Schubertnek ez egy olyan nyitánya, amit egy mese darabhoz írt. Csupán 8-szor adták elő, és eredetileg Varázshárfa címen ment ez a kis mesedarab. Aztán később a Rosamunda kísérőzenéjéhez használta fel ezt a nyitányt, de sajnos ez is csak kétszer ment. És utána valahogy levetette magát ezekről a művekről, és egészen önálló zenekari darab lett belőle, vagy nyitányként használják, és hát egészen rendkívüli, egy veretes, mély, sötét C-moll
indító akkordok után felszabadul, és egy ilyen nagyon könnyed, táncos karakterű C-dur virtuóz finálé lesz belőle, úgyhogy egy csodálatos darab. A Mozart Dinci szimfónia késői szimfóniákhoz tartozik, ez a 36. szimfóniája Mozartnak. Mozart mindig rendkívül kényes, nagyon nehéz játszani, úgy előadni, nagyon igényes, nagyon sokoldalú módon kell a gesztus rendszerét vizsgálni. Ő mindig karakterekben és érzelmekben gondolkodik, és emiatt ezekre fel kell hívni a figyelmet, és ki kell dolgozni. Tehát egész egyszerűen ez egy olyan rétegelt és olyan sok rétegből és színből álló zenemű, és eleve mozarti komponálásmód és formaalkotás, hogy ehhez tényleg nagyon nagy kitartás és figyelem kell, hogy mindenki elérhesse azt a csodát, ami ebben íródott. Johannes Brahmsot mély barátság fűzte a magyar származású hegedűművészhez, Joachim Józsefhez, kapcsolatukat azonban 1880-ban egy magánéleti válság árnyékolta be. A zeneszerző a barátságot helyreállítandó komponálta meg 1887-ben a lélek mélyéről fakadó Ámol kettős versenyét. A darab szólomait Kovács Péter hegedűművész, a Veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar Bartók Pásztori díjas művészeti vezetője és az Albarégia Szimfonikus Zenekar szólamvezetője Kárász András cselló művész szólaltatta meg. Nem is csak a hallgatóság számára egy különleges élmény ez a darab, hanem azt gondolom, hogy az előadók számára is egy csodálatos mű. Szerintem minden vonós álma ezt egyszer előadni az életében, ha kétszer-háromszor sikerül, az még nagyobb ajándék. Nekünk is legalább akkora élmény ez a darab, mint a hallgatóság számára. Milyen hatással bír, hogy Brahms és Joachim barátságának állít emléket ez a darab? Felfedezhető a darabban, a kottákból, mindenestől? Abszolút. Főleg a második tételben csúcsosodik ki ez ugyan igazából. A második tétel, ahogy kezdődik, ugye a nagy uniszónó állás, a két hangszer harmóniája, a két ember újra egymásra találása jellemzi azt a területet. Ott a korábbi tétel, az első tételnek a végén, illetve a közepén észrevehető a nagy viharos, szenvedélyes kapcsolat, akkor ott az ellentmondások, és akkor a második tételben lenyugszanak a kedélyek, és a két hangszer egymásra talál. Ez szimbolizálhatja a barátság újbóli összeforrását, és aztán a harmadik tételben egy örületes, vidám tételben csúcsosodik ki az egész. A következő koncerten a Somorjai Bérlet a Szent István teremben megrendezett harmadik estjén a reflektorfényben koncertek hagyományának megfelelően újra az Albarégia Szimfonikus Zenekar kiváló muzsikusai mutatkoznak be egy színes program főszereplőiként. A műsorban egy ősbemutató, a fiatal magyar zeneszerző Lázár Dániel Fuvola versenyének első előadása is szerepel. A Hémer házban köszöntötték a Székely szabadságnapját, a résztvevők a beszédek mellett kulturális műsorral tettek hitet a székely nép mellett. Az Országalmánál gyertyagyújtással és a Boldogasszonyanyánk közös eléneklésével kezdődött meg az a találkozó, amelyet a Székely Szabadság napján hívott életre a Válasz Egyesület, a Fehér Szövetség és a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom. A gyertyagyújtást követően a résztvevők a Hímerházban beszédekkel és kulturális műsorral emlékeztek meg azokról a hazafiakról, akik életüket áldozták a székely függetlenségért. 2011-ben kötött testvérvárosi szerződés Székesfehérvár és Csíkszereda, és 2012-ben állítottunk Fehérvár határában, a Székelyföldi utca neves határában egy székely kaput közösen, ráadásul a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs is jelen volt az avatáson. Azóta, és ebben az évben jelent meg éppen a Székely Nemzeti Tanács felhívása, mi minden alkalommal fontosnak tartjuk, hogy az összefogásunkat, az összetartozásunkat, székely magyarságunkat azt jelenítsük meg azon ünnepnapokon, amelyeket a Székely Nemzeti Tanács meghirdetett, hiszen az önrendelkezési jogát elvitatni nem lehet.
Kónyik és Botond a 64 vármegye ifjúsági mozgalom elnöke a múlt árnyai mellett a jelen méltatlanságait is górcső alá vette. Beszédében a nemrégiben szabadságuktól jogtalanul megfosztott székely honfitársaink érdekében emelt szót. Az igazság az, hogy a székely szabadságra nem csak a 19. századi események miatt kell a figyelmet felhívni, hanem ma 2023-ban is nagyon is itt aktuális, hogy felhívjuk a figyelmet, és hiszen elég csak arra gondolni, hogy Romániában egész iparággá nőtte ki magát a különböző román megélhetési provokátorok feljelentési cunamia, az önkormányzatok ellen, javarészben célkeresztjükben a székely önkormányzatok állnak, elég, hogy csak a székely zászlókra gondolunk, vagy elég, hogyha a községháza, városháza feliratokra gondolunk, éppen ugye néhány napos hír, hogy Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron színháznak a feliratát kellett volna eltávolítani a Sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak, ezt nem tették meg, ami miatt gigantikus 38 millió forintnak megfelelő lejes bírságot szabott ki Antal Árpád polgármesterre a román bíróság. Juhász László a főszervező válasz elnökeként a közeljövőben megrendezendő nemzetpolitikai programokra invitálta meg a résztvevőket, kiemelve az elmúlt esztendőkben nagy sikert aratott székelybát, és büszkeségének adott hangot, hogy sokan tartják fontosnak, hogy így módon is támogassák a székely népet. Büszkék vagyunk a magyarságunkra, büszkék vagyunk a székely nemzetre, akik határőr nemzetként védték ezt az országot, a történt nagy Magyarországot 1000 éven keresztül, és 169 éve előtt egy alázatos dolog történt, ugye Marosvásárhelyen, annak apropóján van március 10-én a székely szabadság napja, és mi itt a szövetségeseinkkel együtt azért tartjuk fontosnak, hogy Fehérváron is összefogva együtt lakossággal, emberekkel, más társadalmi szervezetekkel, hogy megemlékezzünk, mert a nemzet történelmi fővárosa vagyunk, és azt gondolom példát adunk egész Magyarországnak ezzel. Megerősítette, hogy a székely nemzet autonómia törekvései itthon Magyarországon is nyitott szívekre találnak, és a hasonló rendezvények segíthetnek elérni azt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.